tilos idegeneknek belépni az egykori Decsi Szövőipari Szövetkezet udvarára, áll a táblán. Igaz, nem is lenne miért. Azóta, hogy a cég a rendszerváltás után megszűnt, az épület együttes az enyészeté lett. Ez a fotó ugyanitt készült 1919-ben. Akkoriban virágzott a településen a szövőgyár. A szőttesieknek belföldön és külföldön is nagy keletjük volt, és volt olyan időszak, amikor a cég több mint 50 helyi nőnek és férfinak adott munkát és megélhetést. Ezt éleszteni fel a nagyközség polgármestere hamarosan egy nyertes pályázat segítségével. Itt első ütemben 128 millió forintot nyertünk. Itt valószínűleg két vagy három ütem is lesz, amire befejeződik a beruházás, de ez munkahelyteremtéssel is együtt fog járni. Itt egy lerobbant épületet fogunk helyreállítani, és ott pedig a szőttesgyártást szeretnénk Decsen beindítani. A beruházás akár 30 új munkahelyet is teremthet, így számol a polgármester. Az egykori szövőipari szövetkezet épületét a Tolna megyének jutott 27,5 milliárd forintnyi terület és településfejlesztési program forrásaiból újítják fel, és a gépek egy részét is ebből szerzik be. Az ehhez szükséges pályázatot már meg is nyerte a település önkormányzata. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen egy nemzetnek az értékét az adja meg, hogy az ott élő emberek milyen körülmények között tudnak boldogulni, milyen körülmények között tudnak munkát vállalni, és milyen körülmények között tudják a családjukat felnevelni. A tényleges munkák Decsen a tervek szerint tavasszal indulnak el.